az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Húsvét 4. vasárnapján, Jópásztor vasárnapján szeretettel köszöntöm a jelen lévő testvéreket, és azokat, akik a médián keresztül kapcsolódnak be a mai szentmiségben. Külön köszöntöm a cserkészeket, akik ma ezen a szentmisén szolgálni fognak, és a keresztelendő gyermekeket. 16. Benedek pápa Jópásztor vasárnapján így imádkozott. A szűzanya járjon közben azért, hogy a keresztény nép körében ne hiányozzanak az isteni öröm szolgái. Olyan papok, akik püspökeikkel közösségben hűségesen hirdetik az evangéliumot és kiszolgáltatják a szentségeket. Törődnek Isten népével és készek az egész emberiség evangelizálására. Jópásztor vasárnapján papi hivatásokért imádkozunk, úgy ugyan látni fogjuk az egyetemes könyörgésekben, vagy ugyan a mai szentmisén a két papön között a papnevelés széljára gyűjtünk. De hogyha megnézzük az evangéliumokat, amelyek Jópásztor vasárnapján elhangoznak, Jézus arról beszélt, én vagyok a kapu, vagy ugyan a mai evangéliumban írt hallani fogjuk, életemet adom oda, vagy ugyan a prédikációban is hallani fogjuk, nem csak a papokra vonatkoznak ezek, hanem a keresztény életünkben is meg kell jelenjen. Hogyan kell tudnunk élni, hogyan kell tudnunk a jópásztort követni, gyakran megosztott, kételkedő, túlzottan önállósodni vágyok vagyunk, a saját szabályunk szerint akarunk élni, és néha fejjel egymásnak ugrunk, vagy a pásztor szavait figyelmen kívül hagyjuk. Olyanok vagyunk, akik olykor elfelejtjük, hogy kihez tartozunk. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. A mindenható Istennek és nektek testvérei, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Thank you.
mindenható örök Isten, vezess minket a mennyország boldog közösségébe. Jusson el éveink gyönge nyája oda, hová előttünk ment Jézus, a mi erős pászkorunk, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, ahogy Erik atya is mondta, nagyon sok mindent ünnepünk a mai vasárnap. Azt is ünnepeljük, hogy Eliza és Medox József számára kiszolgáltatjuk a keresztség szentségét. Krisztus egyházának nevében, tehát kérdezlek benneteket, mi a gyermek neve? Medox József, és a védő szentje pedig Szent József lesz. Mi lesz a gyermek neve? Eliza. Eliza, és a védő szentje pedig Szent Erzsébet lesz. Mit kértek Medox József és Eliza számára? Keresztséget. A keresztséget, köszönöm. Keresztséget. Kedves szülők, nektek, akik a gyermeketek számára a keresztséget kéritek, kötelességetek lesz őt úgy nevelni, hogy hitünk szerint éljen, tartsa meg Isten parancsait, úgy szeresse Istent és embertársait, ahogy Krisztus Urunk tanította. Vállaljátok-e ezt a kötelességet? Vállaljuk. Vállaljuk. Keresztszülőket szeretném kérdezni. Megígéritek-e, hogy támogatjátok-e gyermekek szüleit vállalt kötelességük teljesítésében? Megígérjük. Kedves Medox József, kedves Eliza, nagy örömmel fogad téged a keresztény közösség. Ennek a keresztény közösségnek nevében most megjelöllek benneteket a keresztjel. Kedves szülők, kedves keresztszülők, most arra kérlek benneteket, jelöljétek meg ti is a gyermek homlokát Krisztusnak, a mi üdvözítőnek Szent Kereszt jelével. Nagyon szépen köszönöm, és most pedig az olvasmánnyal folytatódik a Szent Mise. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Azokon a napokban Péter a Szentlélektől eltelve így szólt. Népünk előjárói és üvének, ha ti ma azért hallgatva ki minket, miután egy beteggel jót tettünk, hogy vajon ő hogyan is gyógyult meg, hát tudjátok meg mindannyian, ti és Izrael egész népe, hogy ez az ember annak a názáreti Jézus Krisztusnak a neve által állít előttetek egészségesen, akit ti keresztre feszítettetek, és akit az Isten feltámasztott a halálból. Ő az a kő, amelyet ti építők elvetettetek, és mégis szeglet kővé lett. Nincs üdvösség senki másban, mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetünk. Ez az Isten igéje. Thank you.
Szent Lecke, Szent János apostol első leveléből. Szeretteim, nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya. Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert ők sem ismeri. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de hogy mit leszünk, az még nem nyilvánvaló. Azt tudjuk, hogy ha ő megjelenik, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt úgy, amint van. Ez az Isten igéje. Ismerem enyémet, és enyém ismernek engem, mint ahogy az Atya ismer engem, és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért, de más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az apolból valók. Ezeket is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és egy nyáj lesz, és egy pásztor. Azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd ismét visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalma, hogy odaadjam, és van rá hatalma, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam Atyámtól. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, szeretett testvéreim, hogyan hallottuk az evangélium elején, Jézus így szólt, én vagyok a jó pásztor. Sokunkban megjelenik egy kép, amikor a jó pásztorról hallunk, az a Jézusi kép, amikor a bárányt a nyakába veszi, amikor az elveszett bárányt megtalálja. Szép és szemléletes ez a kép, de ha végig gondoljuk, megnézzük a mai evangéliumot, Jézus a mai napon egy egészen más képet mutat számunkra a jó pásztorról. Azt a képet, amiről ilyenkor keveset gondolunk, a kereszten függő, haldokló jó pásztor, aki az életét odaadja értünk. És azt kell tudnunk megnézni, tudjuk-e követni, tudjuk-e meghallani az ő hangját, és hogyan viszonyulunk hozzá. És ezért két dologról beszél Jézus a mai evangéliumban. Azt mondja, enyém ismernek engem, én pedig ismerem őket. Ugyanúgy, ahogyan az Atya ismer engem, én pedig az Atyát. És ezért meri jó pásztornak nevezni magát. Egy olyan kultúrából, egy olyan világból származik ez a kép, ahol egészen nyilvánvaló, hogy a jobbnak az élete, a nyájnak az élete rá van bízva a pásztorra.
és meg kell nézni, hogy milyen a kettőjük közötti kapcsolat, mennyire össze van kötve az élete a juhokkal, a juhoknak a jólétével, mennyi ismerete kell legyen a pásztornak, a jó pásztornak, a nyájjal kapcsolatban. Ha fáznak, akkor mit kell tudni tenni, hogy ne fagyjanak meg? Ha nincsen eső, hova kell tudni vezetni őket? Hol találnak olyan legelőt, hol életben tudnak maradni? A pásztor a saját bőrén érezte, hogy a juhok jóléte az ő élete. Közben pedig a juhok élete azon múlott, hogy a pásztor ezeknek az ismereteknek a birtokában volt el. És hozza a másik képet, amikor a hatalomról beszél. Van hatalmam arra, hogy odaadjam az életem. És amikor erről hallunk, hogy hatalom, mennyi negatív dolog összefügg vele. Mennyire nem szeretjük, amikor valaki a hatalmával visszaél. És Jézus egy egészen más hatalomról beszél. Olyan hatalomról, amitől nem kell tudnunk félni. Mert nem elvenni akar, nem birtokolni akar, nem rátenni a kezét, hanem éppen ő az, aki ad, aki odaadja az életét azért, hogy az enyém, a közösség, a rám bízottaim jólétben legyenek. És akkor feltehetjük a kérdést, mi van a másik oldalon, mi van velünk kapcsolatban. Hogyan a szentmise elején is mondtam, meg tudom-e hallani a jó pásztornak a hangját, ismerem-e a jó pásztort, tudok-e ilyen gyermeki bizalommal feléje közeledni, mert tudom, hogy a hatalma, ami van, az nem rányomja a bélyegét az én életemre, hanem éppen felemmel. És Ferenc pápa mai napra egy körlevelet adott ki, amiben ugyanezeket a dolgokat fogalmazza meg. Így ír Ferenc pápa: azokra az édesanyákra és édesapákra gondolok, akik nem önmagukat helyezik előtérbe, és akik nem engedik, hogy elsodorja őket a divatos felszínesség, ehelyett életüket szeretettel és önzetlenül a kapcsolatok ápolására teszik fel. Megnyílnak az élet ajándéka előtt gyermekeiket és növekedésüket szolgálják. Azokra is gondolok, akik odaadással és az együttműködés szellemével végzik munkájukat. Azokra, akik különböző területeken és módokon elkötelezetten munkálkodnak az igazságosabb világ, gazdaság és politika egyre emberi társadalom építésén. Minden jó akaratú emberre, aki a közjó szolgálatának szenteli magát. És a fiatalokról is ír. A fiataloknak, különösen azoknak, akik idegenkednek az egyháztól, vagy bizalmatlanok vele szemben, azt szeretném üzenni. Hagyjátok, hogy Jézus lenyűgözzön benneteket, és bátran tegyétek fel neki fontos kérdéseiteket. Az evangéliumot olvasva engedjétek, hogy zavarba hozzon az ő jelenléte, amely mindig jó értelemben vett válságba sodor bennünket. Ő mindenkinél jobban tiszteli szabadságunkat, nem erőlteti ránk magát, hanem felajánlja közelségét. Adjatok neki helyet életetekben, nyissátok ki a szíveteket, és boldogságot fogtok találni követésében. Az imádság pedig inkább hallgatásból, mint az Istenhez intézett szavakból álljon. Az Úr szól a szívünkhöz, és arra vágyik, hogy azt nyitottnak, őszintének és nagy lelkűnek találja. Útra kerülünk, hogy felfedezzük Isten szeretetét, és egyúttal felfedezzük önmagunkat is egy belső utazáson keresztül, de mindig a kapcsolatok sokféleségétől ösztönözve. Azért vagyunk zarándokok,
mert meghívást kaptunk. Meghívást arra, hogy Isten és egymást szeressük. Így földi útunk vége soha nem az értelmetlen erőfeszítés vagy a céltalan bátorlás, ellenkezőleg a hívásra válaszolva minden nap megpróbáljuk megtenni a lehetséges lépéseket egy új világ felé, amelyben majd békében, igazságosságban és szeretetben élünk. Amen. Kedves testvérek, a keresztség szentségének kiszolgáltatását folytatjuk. Könyörögve kérünk, hogy szabadíts meg ezeket a gyermekeket az áteredő bűntől, tedd őket szent fölséget templomává, és engedd, hogy a Szentlélek lakozzék bennük, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Védelmezzen benneteket Krisztusnak, a mi üdvözítőnknek ereje. Ennek jeléül megkenünk benneteket az üdvösség olajával, Krisztusban, a mi Urunkban, aki él és uralkodik mindörökkön, örökké. Amen. Kedves szülők, kedves keresztülők, kedves jelenlévők, gondoljatok arra, hogy ti is részesültetek a Szent Keresztségben. Mondjunk tehát közösen ellent a bűnnek, aztán pedig tegyetek tanúságot hitetekről Jézus Krisztusban. Ez az egyház hite, és ebben a hitben kereszteljük meg a gyermekeket. Ellene mondotok-e a sátánnak? És minden cselekedetének, és minden csábításának. Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de föltámadt a halálból, és ő az Atyának jobbján? Hisztek-e a Szentlélekben, a Katolikus Anya Szent Egyházban, a Szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek föltámadásában és az örök életben? Ez a mi hitünk, ez az Anya Szent Egyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. És most az egyetemes könyörgések következnek. Testvéreim! Jézus a jó pásztor életét adta értünk. Kérjük mennyei atyánkat, hogy Szent Fia által eljussunk a megígért örök életre. Add, Urunk, hogy az egyház pásztoraiban minden ember megismerje a jó pásztor szeretetét. Kérjük, légy meg a Add, Urunk, hogy a népek meghallják a jó pásztor szavát, egy akkor legyen, és egy pásztor. Kérjük, kérjük, Add, Urunk, hogy az önfeláldozó szeretet gyakorlásával hasonlóvá legyünk a jó pásztorunkhoz. Add, Urunk, egyházadnak áldozatos lelkű papokat, akik készek életüket adni híveidért. Engedd, Urunk, hogy Jézus neve legyen erősségünk és vigasztalásunk a halál óráján. Add, Urunk, hogy a háború véget érjen és béke legyen a földön. Kérünk, őrizd és óvd az ártatlanokat és minket is. Irgalmas mennyei Atyánk, Te egyszülött fiadat, szent néped, jó pásztorává rendelted. Enged, hogy halála és feltámadása érdeméből mindnyájan eljussunk a mennyei boldogságra. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Urunk Istenünk, segíts minket, hogy mindenkor hálát adjunk a húsvéti misztériumok által, és megváltásunk folytonosan ható kegyelme, szüntelen örvendezés forrása legyen bennünk, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány, mert odaadta értünk életét, a régi áldozatok helyett kereszthalála lett a tökéletes áldozat, és üdvösségünkért felajánlva néked önmagát, ő lett a főpap, az oltár és az áldozati bárány. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és felhalljuk feltámadásodat, amíg elteszünk. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz érgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben, velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Krisztussal feltámadtunk, Isten gyermekei vagyunk, és nagy bizalommal így merünk imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Thank you.
Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.
Jó pásztorunk, tekints kegyesen nyájadra és juhaidat, akiket fiad drága vérén megváltottál, vezet az örök élet országába, Krisztus, ami Urunk által. Hirdetjük a kedves testvéreknek, köszönjük azoknak a testvéreknek a segítségét, akik részt vettek a múlt hétvégén a Remete kápolna tereprendezési munkáiban. Köszönjük a tegnapi templom takarítást a Béta közösségnek, a barátaiknak és a családtagjaiknak. A mai vasárnap a papnevelés céljára gyűjtünk nagylelkű adományaikat a két pattöm közötti faládába tehetik. Szeretettel várjuk a lendő óvodásainkat a Szent Rita katolikus óvodába. Beiratkozás április 22-23 hétfőket 8-tól 17 óráig. Jövő vasárnap 18 órai szentmise görög-katolikus szertartású. Május 1-től idén is litánia imádkozása lesz a templomunkban. A Pécsi Egyházmegye gyalogos zarándoklata Mária Gyűdre május 11-én lesz, részletek a plakáton olvashatóak. Mindenki saját szervezésében tud menni, arra kérjük a kedves testvéreket, beszéljenek össze, hogy kinél van szabad hely az autóban. A bérmálás idén május 12-én lesz, de már most hirdetjük, hogy ezen a vasárnapon nem reggel 8.45-kor kezdődik az ünnepi szentmise, hanem 10 órakor, az esti szentmise pedig 16 órakor fog kezdődni, amelyben Mayer Mihály és Bíró László püspök urak püspöki jubileumát ünnepeljük. Tehát május 12-én vasárnap a szentmisék 10 óra és 16 órakor lesznek itt a belvárosi templomban. Szeretettel várjuk a tanácsadó testület tagjait és a közösségek vezetőit április 22-én 18.30-tól kezdődő tanácsadó testületi ülésünkre a plébániára. Most pedig fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A szentmise véget ért, menjetek békében. Istennek legyen!